egymást is akarunk. Persze, egymás után menjünk először. Itt kell maradni. Mondjad. Ki ez a taxis? Engedjétek. Gönne Zsukko gyerek, két napja volt lent a Florian, engedjétek a gyerekhez. Engedjétek. Na szálljon, így áll. Mehet? Várjál, jön a trabban. Mehet? Nem már. Mehet? Mehet, mindenki. Itt már mindenki. Mehet, mehet, ott van. Hát nem olyan nagyon. Menj vissza, menj. Jó. De jönnek szemben. Igen, már mindenfajta dolgot elmondani. Tudod? Jó, hátra, menj le az útról! Menjetek le az útról! Gyere! Menj el a biciklivel! Kisgyerek, menjél hátra a bringáddal! Onnan közéből, hello! Te még zacskóban voltál, amikor én már politikai harcoltam. Ne adokogassz engemet! Ez volt a kiziknek is a... Döntsétek el! Orjának, azt mondja, a túloldalon volt. A rendőr... Onnan engednek most már senki. Onnan engedjük. De nem győzöm, hogy ki kell menteni az embereket annyiban. Nem megy vadász, állítsa a féle! Itt volt egész nap. Akkor illige elnézést kérnem. Akkor meg pláne tudnia kellene, hogy ellenőrzik, akkor mire idegeskedik? Na látja. De mindegy, tudnia kell. Gyerekek, akkor is tudnia kell, hogy ez mivel jár, akkor pláne... Én hajlandó vagyok összegyűjteni még legalább 2000 embert, akik nem fognak taxira ülni jó sok ideig. A
az ártól függően ez egy abszolút törvénytelen. Meghirdeti a bolykottot a taxi ellen? Meghagyjátok a csapat. Csatlakozok hozzá. Nem veszi fel az embereket. Dollárért számít a nyugati távolban. És ők panaszkodnak, és ők sírnak. De ugyanakkor Mercedes kocsikkal, és Toyotákban pedig furikáznak. Meg valutáé. Az államok próbál kimenni a repülőtérre, nem visznek el, azt mondják, hogy ha nincs valután, nem visznek el. Minden kárt rájuk kellene tenni, amit csináltak az országban. Minden kárt rájuk kellene tenni, minden kárt, amit csináltak. Magyar ember nem tud elmenni a repülőtérről, mert csak valután nem visznek el. Nem is veszik fel. Nem mondják azt, hogy az én érdekelben csinálják, hogy helyet. Először voltam a külföldieket, akik a dollárt hozzák, hogy vehessünk benzint, mert rubelira szállítunk. Megyom el, kötelezzük. Nem? Nem mi vagyunk? De most megyünk, jövünk itt az a kóci vége. Még valakinek lesz. Aha. Be tudtuk tenni most, ami volt még. Reggel elhíreztetek egy nagy baromságot, hogy ti azért mentek a Pestre, hogy tolólapátot akartok felszerezni, hogy letarolni a hizet. Nem normális dolog, nem igaz. Minden ti ilyen provokátorok a rádión. Hát ez a ilyen kockor, ilyen kockor azt mondom. Ez nem kívánom meg. Hát persze, hogy nem. Hát ide, ide. Hát ilyen nincs. Hát a rendőrök nem jönnek, akkor majd titeket használnak eszköznek. Hát persze. Na jó, sziasztok! Az ön hátán, jó? Hol voltak akkor, amikor a tejet meg a kenyeret emeltek? Mikor a nyugdíjas ott buberált, hogy hogy vegyen még egy kilót? Nem? Akkor hol voltak a taxisek? Azért most nem fog keresni napot a 4000. A legnagyobb gambler banda. Ez a rádió, és nem vagyok a rádió. Nem a tévéhez. A rádió azt mondta, hogy a Kossuth téren van a tüntetés, és majd átmennek a... Ha megbeszélt, nem mondta a bicikusokat. Gyerekek, kár a vitáért, mert nem akar elmenni, szóljatok egy rendőrének! Hogy annak ott vannak a rendőrök! Én ugyanak a világosan a hajlom. Már is szólunk, mindjárt! Ne folytassuk! Gyerekek, mert az ilyen után! Hát most hiába szólatok, hogy a többi se tud elmenni a mentősemeget! Megkezdődjétek el, az előtt megmondtam, hogy ne jöjjön vissza! Megmondtam világosan, amikor itt jött a rendőr! Nem megyek. Akkor a jelen pillanatban nem termeli meg azt a jövedelmet, amiből fent tudná tartani meg a kormányt. Ez jelenti azt, hogy költségvetési hiány. Nem a kormányt próbálja maga, és végezze el a dolgát jól, és akkor ez a kormány is majd fejlődik. Akkor nincs semmi baj. Akkor nincs semmi baj. Akkor nincs semmi baj. Engedjenek meg ezt a megalapállapot. Nincs semmi baj. Megválasztottam maga is elemet. Nincs semmi baj. A törökmény rablást ne megoldja. Akkor mit már tőle? De mit vár? Hát olyan dolgok vannak, amit nem lehet. Mindenki végezzel a dolgát, és akkor majd helyen jönnek ott is. Egyelőre még az se derült. Ne a kormánytól várja, mindenki a csodát. Szag nélkül el lehet takarítani. Na látja. Hát akkor meg mi is mit akar? Ettől a kormánytól azt várja, hogy 100 nap alatt, vagy 3 hónap alatt, vagy fél év alatt takarítsa el a szar. 44 szarját. Mondja meg, hogy 2000-ben hogyan lesz nekünk jobb, azt várom. Hogy tudja megmondani? Nem Isten, hogy meg tudja. De mutasson nekem. Mutasson nagyon. Mutasson ilyen. Ki tudja megmondani? Ki tudja mondani? Most taxis sztrájk van. Mondja meg nekem, a taxisok miért nem sztrájkoltak az előző rendszerben? Mit csináltak volna velük? Miért nem verettek be utat a rendőrök? Mert azzal az állammal nem lehetett ezt megcsinálni. Ezzel meg lehet csinálni. Visszaélnek a demokráciával, kérem. Ma ezért sztrájk a hónap.
azért zárják le az utakat, hova vezetnek? Hogy ki tud jobbat, mert ígérhet jobbat a másik ellenzéki párt. Én nem ők ellenzéki pártnak adok, semmi pártnak vagyok tagja egyébként. Attól független, ha valaki a kormánypárt ellen van, nézzük meg azt, hogy tud-e jobbat ajánlani az ellenzéki párt, amelyik most puccsot akar. Nem lehet szó, hogy Unia Ázsia! Uram, senki nem tud jobbat másik sem. Ez most már nem lehet egy egyszerű taxisoknak tulajdonítani. Így van, így van. Így van. Itt az egész abból indult ki, ahogy föltállalták az egészet. Ha ez ellen mondott abba is, hogy a kőolaj, az most mondják, hogy 2 hónapja egy deka nem jön. Szeptemberben azt olvastam, hogy elzárták 6 órára, azt kinyitották. Ha most jött olaj, vagy nem jött olaj? Úgy igazudott. Uram, kőolaj jött, meg vettek. Benzin nem jött, augusztus. A benzin nem jött. Motorbenzin, az nem kőolaj. Százalombattán nem mentünk. Hát uram, hát pontosan ez a probléma, hogy úgy jött az egész KGST ország, az egész Varsói szerződés úgy lett képítve, mert ha megnézi, Ausztriában, Németországban van 100 napra tartalék, igaz? Úgy lett képítve, hogy itt nem 100 napra van, hogy a köldökzsinór minél erősebb legyen, hanem csak 8-10 napra. Igaz? Hát az mennyire? Ez a probléma. Benzin, mi az, hogy jön? De nem az állampolgár tehet róla, hogy... Hogy nem az terveztek olyan vezetők, akik nem értenek. Na de uram, hát idáig, na de hát és az Antal kormány tehet, vagy a német kormány tehetett róla? Hát nem a kormány tehetett. Hát hogy lehetett? Hát hogyha nincsen bizalmunk ehhez a kormányhoz, 40 év bizalmat adtunk az előzőnek, hát ehhez a kormányhoz legyen már ennyi bizalma. Nekem nem volt bizalma, de nem volt jó, de nem volt akadálya. Na hát akkor... De nem tudtam megátolni, ide figyeljen. Nekem, én nem tudtam azt megátolni. Hova jutna ez az ország, hogyha 2 hónapon mint mindig új kormány lenne? Nem hagyjuk kibontakozni ezt a kormányt. 2 hónap múlva jön egy másik, az 2 hónap múlva megint megbukik. De ki az a hülye, aki nem jön ki az utcára, ha arról van szó, hogy vigyük le az árakat? Mindenki itt lesz, és megbukik minden kormány. A kormány nem mondják a szabályok, amely előre kell tartani. Emberek, ez várható. Na de figyeljen ide! Figyeljen ide! Figyeljen ide! Figyeljen ide! De ez a mellemúgy. Gyerekek, mindenki keményítsen be, most már ne együk az élelmiszer. Nézzük meg, hogy mi van benne. Az van benne. Na most már trükköket ne együk meg. Elég volt az, hogy lerak egy lát. Árpád hídomány 7000 ember ott áll, meg a 3000 ember. Miért? A fasz rendes ember, és követők a kormány nem lesz, hogy gecibe van. De most csak kurva egy botrány legyen. Nézd meg itt is mennyien vannak háborúban. Ez már nagyon sokan vagyunk. Nehogy verekedik ez Zimbabba, az nem szokott. Háj, de finom! Hazamegyünk a üzéért a... Ez ebből valami lesz. Dolgozni kell csak a semmit. Szóval kilátásra van egész. És nem egyébként. Iszonyatos. Lumpen, sötét. Jön a két tréler. Azok közé, és ott mindenki átengedni. Csak őrjöngeni tudnak, semmi intelligencia, semmi kreativitás, semmi nincsen. Az egyik az megy az ülőni útra, a másik meg megy az ülőni. Jézus Mária, meg ezek már nem is taxisek, nincs is közben. Albánia, sikerült, hát fél óra, vagy mit tudom én, meddig sikerült, amíg rendbe raktuk.
teljes zárást csináltunk, csak a kégek jönnek át, és igen, nagyon ritkán át tud csúszni élelmiszerre, szóval két a kiengedélyezet. Látják, láttátok, nyilván tapasztaltátok, hogy lényegesen kevesebb jön át. Jó, oda lenn, rend van, olyan gyönyörűen nagyon és annyira ügyes volt, intelligensen, ügyes most volt. Nagyon kemény lett az egész csapat. Úgyhogy most már a zúgélvező maszekoktól kezdve mindenki ki van ittatva. Ilyen cetlik, vagy kenyér, meg... Hát ilyen... Jó, tessék menni, ez természetes. Se lehet menni, mert Esztergomnak megyünk, ugye? Keresztnek hívják. Tácsolni kell, majd ügyes leszel. Igen, az anyám, Isten, ilyen nincs a világ. Ez is talagott citrom, gyerekek. Ávosból lett bűdoki. Van ilyen. Én csak azt tudom mondani, amit a különböző taxis hírláncokon megtudtam a kollégáktól és az egyeztető tárgyalásoktól. A kormánynak kérése volt, hogy bizonyítsuk be, hogy ténylegesen urai vagyunk a helyzetnek, és nem a lúpelemek uralkodnak az utakon. Ezért nyissuk meg az Árpád-hídon kétszer-két sávot, amennyiben ez megtörténik, aláírnak egy tisztességes megegyezést, ami a részünkről körülbelül úgy nézett ki még egy fél órával ezelőtt, hogy a benzin ára azzal a körülbelül 12 forintos tisztességtelen, általunk tisztességtelennek nevezett haszonnal, amit ráraktak most haszonpulcsot, pluszba, azzal visszaveszik. Nem azt mondjuk, hogy... Na most... Hadd mondjuk! Na most, ha ez... Na most a kormány úgy látszik, hogy elhalasztja megint a döntést. A taxisok újra visszazárják a hidat. Erről csak egy is tudom. Még hadd kérjek annyit, hogy maradjunk békében itt a téren. Ne üljünk fel a provokációknak, beszélgessünk, legyünk csoportokban. Nyugodtan békességben a hallgatókat, aki nagyon hangoskodik és megpróbálja megmondani a rendet, kerüljük el saját érdekünkben. Én is és nagyon sok kollega, aki tényleg nagyon régóta itt van, most be fogunk ülni az autójába, gondolom, és megpróbál egy fél órát aludni, hatul. Én legalábbis azt teszem most, várnunk kell. A kormány holnapra ígérte, hogy összeül. És dönt, hányattól? Bocsánat. Ez lényeges volna kimondani, hiszen az, hogy blokád, az, hogy hídfőállás, az nem része egy ország gazdasági egyeztetési mechanizmusának. Nagyon szomorú, hogy kialakult, nagyon nagy gazdasági veszéllyel jár, nagyon nagy politikai veszéllyel jár, ezt én nem tudom engedetlenségnek hívni, és azon, hogy szemétszállító kisiparos majd, hogyha nem fizetnek az utasa, megtagadja a fizetést, az nem fogja olyan vidámon felfogni. Ez a közmorálnak a rohamos szédesését jelenteti. Nem szakértői tárgyalássorozat, ami mutatja a kormány komoly tárgyalásokat. Ez semmi fog meg jól. Arra is szeretném felhívni a figyelmet. Itt egy jogszabály megváltoztatásáról van szó. Ebben az esetben az édénykirendje szerint akkor lehet megváltoztatni ezt a jogszabályt a konszenzusnak. Nagyon kérdezik, hogyha nem tudnánk
megtalálni bármilyen kompromisszumot, a konszenzusban nem lehet hogy itt megoldás kell, mindenki reálisan gondolja át, hogy itt milyen helyzet van. A kormány következő ajánlatot teszi, ami tökéletesen egybehangzik a tegnapi megállapodásunkkal. Szavakon lehet változtatni, és lehet stílusbeli jegyeket közölni. Kérem, a kormány arra vállal a kötelezettséget, mivel tudja, hogy az országnak milyen a devizahelyzete és hogyan tud beszerezni benzin. Tudja, hogy mennyi a devizatartalékra, hogy korlátozott mértékben lehetővé teszi a olcsó árváltozás. Olcsó árbeszerző. Erről van szó. Mennyi a devizát? Van. Kormány fogyasztás korlátozással. Az, hogy itt mitugatnak, engem nem érdekel, mert két gyerekem van, szarok bele a politikába. Az ő dolguk. Az ő dolguk, érted? Nem az én dolgom. Engem az érdekel, hogy mikor bemegyek a közérbe, mennyivel jövök ki. Politika. Azért politika, azért politikai kérdés a mennyi. Itt 35 kérdezik elég, ha 50 hagyják a mennyi. Mi hagyják a mennyi? Sajnálatok. Visszautatjuk azért az, hogy ez a mozgalom bármilyen szempontból törvénytelen lenne. Tehát mindenképpen bármilyen megoldásra jutunk, alapvető kérdés az, hogy akik ezt kezdeményezték önvédelemből, és hangsúlyozom a társadalom önvédelméből, azokat semmilyen hátrányos megkülönböztetés ne érhesse. Ezt egyértelművé kell tenni, hogy ez egy jogos tiltakozó mozgalom, akik ebben részt vettek, nem csak saját érdekeikért, de a társadalom összességének az érdekéért küzdöttek, és ezeket mindenképp mentesítettek. Első értelmes mondat, amit hallottunk. Ez egy normális. Értelmes ember. Kivétel a csaj. Kivétel a csaj. Hogy hangsúlyozzuk azt, hogy térjünk konkrét megállapodás lehetőségére, kerüljük el az fejtegetéseket, gazdasági és egyéb számításokat, ezek ma már ismertek, de ne felejtsünk el egy valamit, ez a társadalom tűrőképessége. Tehát semmilyen olyan megoldás nem elfogadható, amit ez a társadalom már vállalja. Jó nap, reggelik tűrő. A moziban is hallom. Ez nekem mese. Nem arról van szó, hogy a taxisok ezt a moziba is hallom. Hanem ennek a beláthatatlan következményeiről, a kihatásáról, az összes állam munkásoknak a rendkívüli. Tehát semmi olyan javaslat nem hangzott el a kormány részéről, ami a legkisebb mértékben alkalmat lenne arra. Teját isznak, kávét isznak, és nem is fogadnak el, még hétfőn sem engedik. Nem igaz, nem isznak. Tele van a hócipő. Nem ezt kell csinálni, hanem tényleg ők kéne követeljék, hogy lemondjon a kormány, mert szégyelniük kellene azt, hogy mennyit mondtak. És mit ígérgettek még a helyközi választásra? Zsúrkát kell, miniszterelnököt. Magász egy. Istenem. Istenem, Zsúrka István. Egy a hangvitelvita. Hát uram, azt tudja, az milyen szadista? Dehogy szadista. Szélső jobb oldal, szélső jobb. De ugye olyan emberek kellenének vélemény. Ide kérem szépen, nem most, ide nem párt kell, ide emberek kell. Ide kérem szakemberek kell. Közgazdászok. Közgazdászok. Mert már tele van a fazdászok. Ugye nekem az volt a legnagyobb bajom. Meg a demagógiában. Az ellenzék nem lett egységben. Mondanák olyan gondolatokat, hogy
számolnak egy jelenetet? 85 ezer. Na ma sem raktásodat tőle. Szégyen a költeszünk. Köpenyek fogadtunk valamit. Én mondom, bizony. Bizony. Jó, nagyon-nagyon-nagyon legényben. Úri emberek fogadtunk, hogy megverték volna. Még megverték volna. Hogy kezdtem volna a lépés. Mit játsz itt magát? Én nem játszom. Dehogy nem. Hogy 85-ben mi volt? Maga sem tette ki ezt 85-ben, sőt szerintem most sem gondolja ezt komolyan. Csak így rohangál most. Ez a kormány, kérem szépen, mióta átvette, én egyszer sem voltam szavazni, nem is megyek, mert nincs értelme, nincs, mindig rosszabb lesz, több szemétkukás lesz a csodában. Ilyen a kormány, akkor meg mit látsz itt? Majd az jön egy következő kormány, majd akkor megnézem. De akkor miért nem engedsz ki Németországban, többet keresek? Miért nem engedsz? Hol? Bármikor kimehet. Kapom a utasítás, hová? Nincs utasítás. Hát akkor... Kimehet minden engedély nélkül. Már is mehetsz, és mehetsz dolgot, hogy ezzel hol a papír? Hol a papír? Barátom, most már mehet. De ezért nem fölött volna, nem? Minél többet túlórázok, annál kevesebbet kapok. Ezek a srácok akkor nem. Ezek egy színes témét. Figyelj! Én még kevesebbet keresem 40 évig, mint a tag. Csak hogy egy picsához nem fér rám oda, csak néhány száj, azt az övé már nem fér oda. Ezek egy színes témét. Többe kerül a tévé, a záfa, mint a tévé. Na? Még egyszer mondom, menjék ki, bárki kinek kell jelentkezni. Sehol. Kimész a határon, érted, és ott kereshetsz munkát. Mindenféle munkát. De tegnap nem ezt adták le a tévébe, hogy mi itt voltunk, fordítva, azt is kell figyelni. És ez a nép azért van, hogy már nem taxiügy, ez már a lakosságnak az érdeke. Ha én elmegyek kenyeret venni máma,
ma, holnap már duplájára. Most a furanőn a kormányban kiért hozzá, nem? Itt vagyok három napja, van egy 19 lányom, és sehol semmi, lépés nincs. Hogy itt egy giotin, és akivel elbarcsoltam, hogy befejeznék, akkor következett. Miért nem tesznek már valamit? 1700-ban, Balkánban, Mészis a Vatra Romaneszkának. Itt senkit nem büntetnek meg. Itt is a pár, az egy kiók, hogy ilyen 50 forint. Kékszoske 50 forint. Hát mi a rendszer ez? Nem kell fényképezni,